Ezek az úgynevezett magyar óriásgalambok a legértékesebb díszállatok a Kálósemélyi kiállításon. Darabjuk 150 ezer forintba kerül. A 350 galambot és 52 díszbaromfit szakmai bizottság zsűrizte. Minden galambról van egy úgynevezett fajta leírás, egy standard, ami meghatározza a Csőre hegyétől a Falka hegyéig, hogy milyen legyen a mérete, színe, alakja, állása. Ez szerint bírálják a bírálótársak a galambokat. Ebből alakul ki egy minősítés. Ez a minősítés eredményezi azt, hogy milyen kategóriába kerül a galamb, és innen tudja a tenyész, hogy érdemes vele foglalkozni, vagy ki kell venni a tenyészetből. Minden állat ketrecére egy ilyen lapot helyeztek el, a zsűri tagok ideírták az eredményeket. Az összesítés után galambkatalógus is készül majd. A kiállítást idén már harmadik alkalommal szervezte meg a Kálósemélyi Egyesület. Évről évre egyre több kiállító érkezik, idén összesen 67 tenyésztő mutatja be kisállatait. De nem csak a szakemberek száma bővül, hanem az érdeklődőké is. Egyre népszerűbb, és ezért is ragaszkodunk hozzá, úgymond szeretnénk ennek hagyományt teremteni. Egyrészt azért, mert ez Kálósemélyi nevéhez köthető, és azért egy ilyen nem város, hanem egy nagyobb község képes egy ilyen rendezvényt, egy ilyen kiállítást megszervezni, erre büszkék vagyunk. És az érdeklődők is, nem csak a kiállítók, hanem a kálósemélyi lakosok, a környék lakosai nagyon sokan jönnek és nézik az állatokat. Nem csak Magyarországról, hanem Romániából is érkeztek galambok. A szabolcsi tenyésztők mellett hajdubihariak és borsodabau izempléniek is képviselik magukat. Mindenképpen örülünk, mert hiszen nagyon izgultunk az elmúlt napokban, hetekben a madárinfluenza miatt, hogy létre tudtuk hozni ezt az eseményt. Egy nagyon összeszokott jó társaság áll a háttérben, erre mindenképpen büszkék vagyunk. Ez a településnek a hírnevét viszi tovább, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a hétvégén. A galamb és díszmadár kiállítás november 26-án szombaton és 27-én vasárnap is megtekinthetik az érdeklődők a Kálósemélyi Általános Iskola tornatermében.